csatorna főtámogatója a Trium Budapest. Sziasztok! 2024. április 19-e van, egy hajnali fél hét, és amit látjátok, nagy kabátba ülök itt. Az első olyan túra, amire ezt a síkabátot el fogom vinni. Bevállaltam ezt az 1000 kanyar és a Trium Budapest által közös szervezésben létrehozott túrát. Nagyon hideg lesz. De innen már most nincs visszaút, úgyhogy most irány a Trium Budapest az ezres szervíz 10 órára. Utána Sormás egy szállón fogunk találkozni a bandával, és akkor hónap röggel irány a horvát túra. Szerintem az időjárás nem túl kegyes lesz hozzánk, de ettől függetlenül szerintem egy jó buli lesz. Kövessétek a filmemet, kövessétek a csatornát, gyertek velem, nézzük, mi lesz ez a horvát túra. Szervíz akkor letudva, Trium Budapestnél végeztem, és a túra 0. napja most el fog indulni, ami arról fog szólni, hogy az úti célom Sormás, ott lesz egy panzió vagy apartman, ahol találkozik a társaság nagy része. Ide, ahogy néztem, ez mellékúton fog 240-250 km, irány Sormás. A szervizet köszönöm szépen a Trium Budapestnek, nagyszerű munkát végezhetők, srácok. Köszönöm szépen! Akkor elhagyva Budapestet, irány Sormás, 230 km, 3 óra 46 perc. Nem fogok autópályán lemenni, mert nem sietök. Többiek is 5-6 óra felé érnek a szállásra. Én nálam is fél ötöt ér, úgyhogy sietnem nem kell, úgyis közben megállok tankolni, ez az. A lényeg az, hogy Balaton északi parton fogok. 6-os úton megyek végig, úgyhogy nem fogok pályázni. Ráérök, az időjárás tényleg jó. Nem kellett sokáig utaznom, hogy pici kis látványosság legyen. Velence, Velencei tó. Azért most sokan nincsenek a vízparton. Sok strandoló csajra nem kell számítani. Viszont legalább az időjárás barátságosabb, 13-14 fokot mutat a motor, így a napon 15-17 fok is van. Szenzációs, szuper ez a mai nap. Épp most nézem, hogy egyébként a többiekkel már voltunk itt strandolni. Biztos vagyok benne, hogy ezen a lejáról jártunk le a vízbe. Akkor irány tovább. Lassan Veszprémbe érök. A forgalom elég gyér. Az időjárás 13 fok. Ez még kellemes. Na végre egy jó motorozható út. Balaton ott látszik egy picit. Nem sokára elérem a Balatonnak a kezdhelyi részét, és úgy megyek lefele Sormás irányába, még 70 km. Akkor hello Nagy Kanizsa. Sormás 6 km, úgyhogy lassan odaérök. És akkor itt a Szent István panzió, ha minden igaz. Már pedig mérni volna igaz. Ide is értem Sormásra, Szent István panzióhoz. Nagyon jól néz ki a hely, szerintem hatalmas nagy rendezvényház, az biztos. Nagyon jó kis parkja van. 4-5-en már itt vagyunk körülbelül. És a fiúk már rögtön a hideg sört szerették volna inni, azok be is mentek az étterembe. Én Jocinak meg Gabinak üzenem, sör nagyon fontos. Úgyhogy fogyasztani is fogjuk, de csak a kedvetökért. Úgy vagyok vele, hogy egy picit azért kamerázok, körbenézek itt a területen. De nagyobb pazar. Mutatom. Azt nézem, szerintem ilyen kis állatsibogató is van ott. Kis üvegház. Frankó kis terasz, itt lehet, hogy csobbanni is lehet. Úgy látom a kis tó tele halakkal, nem is picikkel. Ott is úszik egy hatalmas nagy hal. Határ mellett vagyunk, tényleg Letenye mellett egy 20 kilométerre. Én azt gondolom, hogy nagyon vállalható a hely. Későbbi ebben még a szállásról azért csinálok egy kis videót. A 0. nap az körülbelül erről szólt, hogy én idáig lejöjjek. Van még a társaságról, majd meglátjuk, hogy ki mennyire kameraérzékeny, milyen videót tudok csinálni.
vagy esetleg az elkövetkezendő 4 napról, hogy milyen videót fogok tudni csinálni. Ez majd kiderül. Rendezvényháznak azért itt még van egy ilyen hatalmas nagy tere. Valószínű, hogy itt szoktak ilyen rendezvények lenni. Itt is egy hatalmas nagy tér. És maga ez az épület egyébként a panzió. Sőt, még ott is van bent valami. Nagyon menő. Jó reggelt! Elég jó kis reggelre ébredtünk. Az időjárás az olyan 6-7 fok körülbelül. Úgyhogy biztató lesz ez az Adria túra. Úgyhogy megindul az első napunk. Reggel most 7 óra van, megkajáztunk, és innentől fogva irány akkor letenye a Molkút. Egyébként azt mondom, hogy itt van szinte mindenki a helyszínen, de nincsen most annyira kötöttség még. A benzinkúton lesz a találkozó, és onnan lesz a csapat szépen beosztva, és akkor onnan indul a túra, irány Horvátország. Gyertek, tartsatok velem! Nézzétek csak, akkor a reggeli parkoló, ami nem egy mindennapi látvány. A parkolóban motorok, csak triumf, amit láttok. Aztán még ott is van egy pár darab, és ott az én motorom. Viszont van egy kakukk tojás, ott mögöttem a vésztrom. De ez nem olyan gond, ott a fotósrácnak a motorja. A gép itt van, beálltam a tető alá, ha véletlen eső lesz, de mint látjátok, itt az István Gastrofarm mellett azért egész jó idő van most jelen pillanatban. Bizakodjunk. Elindult a reggeli túra. Gyorsan átszaladunk a benzinkútra, mögtankolunk. Gyors tankolás után a csapat összejövetel, és irány. Motorok azért fölparkoltak rendesen, azért ez egy kurva jó látvány. Hello. Csapat eligazítás bök volt. Én az egyes csapatba kerültem, 3 csapatra került feloszlásra a történet. Én a Zsófival fogok motorozni, utána kértem a helyet, hogy a kamerázás miatt esetleg nekem ez jobb legyen, és akkor indulás. Nagyon kíváncsian várom ezt a túrát. Szerintem izgalmas lesz. Nézzük, hogy tényleg mit mutat egy ilyen szervezett túra. Én még soha nem vettem ilyen részt. Nagyon örülök neki tényleg, hogy most ez lehetőség volt így a Triumph Budapest és az 1000 kanyar által. Irány a határátkelő. Szlovén oldalra át is értünk. Határátlépéssel sokon nem volt. Ez egy kicsit vicces volt. Háttérben már kicsit a hegyek is látszanak, úgyhogy haladunk befele Szlovéniába szépen. A Dráva. Gyönyörű a táj, nagyon szépen kizöldelt a természet. Itt a természetet táplálják is rendesen, mert tiszta tehén illat van, tehén szar illat van. És látszik, hogy ki vannak szórva így szerves trágyaként, úgyhogy itt törődnek abból is, hogy a fű azért ilyen zöld, mert trágyázzák. Kicsit furcsa a szituáció. GPS itt van előttem, egy térképet bekapcsoltam, hogy azért valamit legyen. De nagyon furcsa tényleg az, hogy igazából nem tudom, hogy hol vagyok, nem tudom, hogy hova jutok, csak gurulok a másik motor után. Ez a szervezett túrának az előnye, hogy igazából nem kell gondolkoznod, azt figyeld, hogy az előtted lévő mit csinál. Próbáld faszán lekövetni, ha indexel elfordulsz te is, kész. Igazából teljes mértékben lehet élvezni a motorozást, kurva jó egyébként ilyen szempontból. Ő majd betartja a sebességi határokat, ő majd tudja, hogy hol, mennyivel megyünk. Nem rossz egyébként. Mutatja, hogyha kő, zúzalék van az úton. És Szlovénia még mindig gyönyörű. Nagyon jó minőségűek az utak. Szerintesen a videóban majd azért az utaknak a számát, vagy egyáltalán, hogy merre jártunk, én ezt ki fogom írogatni. Tudjátok, hogy merre motorozunk mind a 4 nap. Ott a felhő fölött egy kicsit veszélyesen néz ki. Jó, buli a túra. Ez az előző szakasz, ez brutál jó volt. Oresje, ha minden igaz, jól olvastam a település nevét. Ez baromi jó út. Itt volt egy kis szakasz, ami nem volt azért 100%-os, de nagyon jó kanyargós, élvezetes kis motorozás volt rajta.
rövid ebédidő után elindult a csapat újra. Az a rövid ebédidő egyébként körülbelül szerintem majdnem egy óra hossza volt. De sokan beültek kajálni, én itt a beletelévő pékségbe vettem két péksütit, azt megöttem. Ennyi volt a kajám nekem délre. És az az igazság, hogy lassan Szlovénián is keresztül megyünk, és még nem találkoztunk rendőrrel. Persze mi a sztori, hogy miért mondom a rendőrt? Mert kedden, ahogy járattam be a motort, akkor történt egy kis pitty-putty. Elvileg Dunaföldváron átszaladtam egy piroson, ha minden igaz. Ugyan a jelzőlámpánál kressz szabályait nem tartottam be. Úgyhogy valószínűsítegy, hogy ott befényképeztek. És ez nem kevesebb, mint 65 ezerembe került a keddi nap. Szuper! Úgyhogy nincs más hátra, ha hazaérek, akkor be kell fizetnem ezt a bírságot. És azért úgy látom, a mai napból se maradjon ki egy pici eső, de most szerintem mindjárt elmegyünk alóla. Bízok benne. Ez ilyen versenyfutás a felhőkkel című fejezet most. Várjál, mikrofonom működik. Oké. Az is? Jó, megy. Oké. Ide értünk a szállásra. Szevasztok! Szevasztok! A Triumfos Hege csatornája a legjobb. Képzeljétek, együtt túrázunk. Nagyon szuper. Úgyhogy a mai napunk az körülbelül arról szólt egyébként, hogy szállásról szállásra gyorsan elgurultunk a motorokkal. Az a gyors az azért annyira nem volt gyors, mert olyan 9 órától már hány óra van most, Feri? Most mondom szerintem... neked, pontosan 19 óra 21 perc. Na, úgyhogy... Na most te gurultál szállásra a szállásra, jaj, most hát... Ja, viszont te otthontól szállásig gurultál. Én Velencéről indultam, ugye én nem tudtam tegnap este Letenyéig elmenni, úgyhogy nekem volt egy gyenge 200 kilométer, és aztán csatlakoztam a csapathoz. Úgyhogy a mai napunk az olyan változó időjárással működött. Kettőig fasza volt egyébként, kettőig igen. Fasza volt, de aztán esett. Aztán végig, úgyhogy mindenki az esőruhát gyorsan fölkapkodta. A végére már szerintem én legalábbis már kibaszottul untam ezt az egészet, úgyhogy már itt a végén ez a 30-40-es tempóval, itt ez a 30-50 kilométer, ez azért brutális volt. De jó van, itt vagyunk az Adrián. Szokásomhoz híven, pedig tavaly azt mondtam az egyik videómban, hogy én soha többet nem jövök az Adriára és a 8-as útra. Ez hanyas út most, Feri? A 8-ason nem jöttünk. De várjál, ez nem a 8-as, ez már hanyas út volt ez? Nem tudom. Valamelyik, 9-es. A 8-ason nem jöttünk, viszont szeretnénk nektek megmutatni, hogy Hege, aki körülbelül 24-ére van az Adriánál, milyen képet látott eddig még az Adriánál? Mutatom. Várjatok, fordítok. Figyelj. Gyönyörű. Gyönyörű. Gyönyörű, baromi jó az időjárás, és mindig az volt, hogy én a fürdőkatyát fölvettem, körülbelül a strandon, szerintem lehet ezt strandnak nevezni. Na persze. Egy néni ott azért ott valamit ott csinál, de nem strandol szerintem. Igen, most ugye, Nagykovádba. Gyerekek, csak mondom, az a víz gyönyörű égszínkék, tehát tényleg nagyon szép, itt legalábbis a tövénél, kicsit később aztán egy 4 méterre már a hód fekete. Jó, hát nagy napsütés nincsen. Nincsen. Na, úgyhogy, de nem rossz ez. De nem rossz. Igen, egyébként nem rossz. Szép. Én nem is azt mondom, hogy nem rossz, viszont szar. Nem. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, csak nem süt a nap. Viszont attól függetlenül a Triumfos túra, amit szervezett az Ezer Kanyar, én azt gondolom, hogy teljesen jó. A társaság szerintem nagyon jó, innentől fogva más gondunk nincsen. Sajnos nincs nálam apró, hogy ezt odaadjam, hogy a Triumfos túra milyen jó, de mondjuk nem én szerveztem. Bankkártyát elfogadsz? Na, gyere, csipancsunk! Jó lesz, úgyhogy, gyerekek. Fia, úgyhogy jó. A lényeg a gurulás, kész, és az meg jó. Az meg jó, úgyhogy... Mutasd a tengert, azt nagyon szeretik. Igen? Igen. Imádják, nézd meg. Azt a videót. Oda néz. Itt a kövileg a ott valahol. Hát, igen, szép. De szép egyébként. Sőt, most ahhoz képest még az időjárás is jó. Na, jó, na, erre hoztunk. Na, micsoda? Úgyhogy... Hány óra? 7 óra körülbelül? Fél nyolc. Úgyhogy lassan vacsoránk van. Fölmegyünk, fölcuccolunk. Még fel is most cuccolt fölfele, csak... Hát mondom. Persze, a csatornára azért... Igen, népszerű csatorna, csak benne leszek. Így van. Úgyhogy most hát többet fel lehet, hogy a rádióban jobban kicsit népszerű lesz, így aztán... Na, srácok, innen folyt köv, a vacsoráról el lehet egy-két fotót majd azért beszúrok, a holnapi napot majd látjuk, bízunk benne, hogy jobb idő lesz. Jó lesz. Jó lesz. Úgyhogy holnap az a cél, szerintem én, ahogy tudom,
Isztria itt egy kicsit körbe motorozzuk, utána alszunk ugyanitt még egyet. És akkor utána folyt köv. De ha ma nem, holnap reggel biztos találkozunk. Csá! Szevasztok!